Pünköst hétfőn a Lókötők Néptánc Együttes leányainak előadásából megismerhették a Sóstói Múzeumfalu látogatói a ma vagyonolás szokását, és felelevenítették a pünkösdi királyválasztás hagyományát is. Miután kiderült, ki lesz egy éven keresztül a fiúk vezetője, szórakoztató programok várták a skanzen vendégeit. A gyerekeket népi játszóudvar, kézműves foglalkozások és bábelőadás fogadta, az Árpád-kori faluban pedig viseletben tartottak tárlatvezetést a múzeumfalu dolgozói. A múzeumoknak alapvető feladata az, hogy a kulturális hagyományainkat közvetítsük a mai élő generációk felé, és a Sóstói Múzeumfalu ráadásul olyan speciális múzeumforma, skanzen, ahol a valóságban egykor létezett épületeket, a paraszti életmódnak a tárgyait, az ehhez kapcsolódó szokásokat tudjuk bemutatni, illetve hát a szokásokat úgy, hogy vannak hagyományápoló együttesek és egyesületek, akik a mai ember számára fölelevenítik azokat a szokásokat, amely valamikor a falvaknak mindennapi és elengedhetetlen része és tevékenysége volt. Aki a programok alatt megéhezett, népi ételeket kóstolhatott, vagy részt vehetett az egyik kereskedelmi gasztrocsatorna műsorának felvételén, ahol Bede Róbert a csatorna séfje Puskás Petivel sütött töltött padlizsánt és diós kosárkát. Hölgyeim és uraim, Bede Róbert vagyok, és a Boldogság útjai ma Nyíregyházára, pontosabban ide, a Sóstói Múzeumfaluba vezettek. A Sóstói Múzeumfalu minden korosztály részére kínált programokat. Megismerhetjük ugye a régi hagyományos dolgokat, amiről ugye iskolában tanultunk esetleg. Nagyon romantikusnak tartom ezt az egészet, a környezet lenyűgöz, szeretnék visszacsöppenni ebbe az időbe. A látogatók az állattartáshoz, pásztorkodáshoz kapcsolódó szokásokkal is megismerkedhettek, délután pedig előadást hallgathattak meg a pásztorok jelrendszeréről, a hagyományőrző népdal együttes pedig pásztortalokkal szórakoztatta a Sóstói Múzeumfalu vendégeit.